A műsor támogatója a Széchenyi pihenőkártya. A műsor támogatója a Szerencsejáték ZRT. Köszöntjük kedves nézőinket! Mai adásunkban a Kyokai Underworld kupáról jelentkezünk, majd a Pannon Pumpa Pálya magyar bajnokságról tudósítunk, végül kilátogatunk a Mountain Bike és Terepfutó Challenge sorozat zárófutamára. Tizenharmadik alkalommal került megrendezésre a kőbányai föld alatti mountain bike verseny, ahol a cyclocrossosok és a gyerekek is kaptak egy-egy futamot. A verseny egyik különlegessége, hogy az eredményhirdetést követően sor került az Underworld Music nevű zenei fesztiválra is. A Kyokai Underworld Kupa egy részben föld alatt zajló mountain bike verseny, amely a kőbánya alatti pincerendszerben a Mercapped Sportközpont területén kerül megrendezésre, hat futamban a Superior Racing Team szervezésében. A hat futam valamelyikében életkori felosztás alapján kerülnek besorolásra az indulók, illetve önálló versenyben mérik össze erejüket a cyclocross bringával indulók, kortól függetlenül ők kezdték a napot 9 órakor. Ez a Mercap Sportközpont, ugye Mercap Marathon Team Sportegyesületnek a sportpályája. 15 évvel ezelőtt rendeztük először a Underworld kupát 2010-ben. A Covid miatt kétszer ugye kimaradt, ezért most ez csak a 13. verseny. Hát az ötletet maga a pincerendszer adja, ugye itt a sporttelep alatt van a kőbányai pincerendszerből néhány kilométernyi. Tudtuk, hogy van lentjárat, azt nem tudtuk, hogy lehet itt körpályát kialakítani, tehát hogy bemenni be tudtunk, csak hogy fogunk felé feljönni, az volt a kérdés. Még 2009-ben volt egy pályabejárás, még fáklyákkal, tele szeméttel a pincejárat, nagyon felfedező jellegű volt. És kitaláltuk végül, hogy lehet a járatokban kialakítani egy olyan pályát, amiből ugye lemegyünk, feljövünk, tehát gyakorlatilag egy körpályának egy részét. A fejlődés az folyamatos a sportközpont, illetve itt a szomszédos iparteret vonatkozásában. Akik voltak itt a legelső versenyeken, még emlékezhetnek rá, hogy amik itt vannak nagy raktárcsanók, ezeknek még a alapja se volt meg, csak gyakorlatilag ugye ilyen építési terület volt, azon vezetett keresztül a pálya. Következő évben már egy szerkezetkész csarnokon ment át. Úgyhogy mindig a körülmények alakulásához igazítottuk a pályát, most is ez történt. Ugye elkészült a Lechner rendezvényközpont, a Hoptop sörfőzde és a Bilog burgerező. Korábban ezt az épületet megkerülte a pálya, most nem akartuk körbezárni, így egy kicsit átalakítottuk igen a pályát. Mindig augusztusban rendeztük, úgyhogy meleg volt mindig, és igazából a kontraszt vagy a különbség növekedett. Lent mindig 15 fok van, az 15 éve is annyi volt. Hát itt kint igen, itt növekszik a nyáron a hőmérséklet, érződik. Amúgy kibe jövetelkor szinte elbevágó a különbség. Lent ugye van egy 15 fok közel 100%-os páratartalommal, itt meg egy szintén páradús, de nagyon meleg levegő. Tavaly előtti változtatás az volt, hogy az egészen kicsi kis futamot kaptak, ugye már U9-es korosztály is versenyez. Az az előtti 10 évben nem volt így, én egy kicsit féltem a gyerekek versenyeztetésétől. Itt a szervező társ, ugye a Superior Team, akik beszálltak, illetve átvették a stafétát, ők komoly utánpótlás munkát végeznek, és ide merték hozni a pályára a gyerekeket. Úgyhogy ez változás mindenképpen, hogy sok a gyerek, aminek egyébként személy szerint nagyon örülök. A cyclocross futam után rajtoltak el a 9 év alattiak, akik egy rövidített pályán csaptak össze a pincében és annak közvetlen környezetében. A
akik csak most kaptak kedvet arra, hogy részesei legyenek ennek az élménynek, fontos tudniuk, hogy az Underworld kupa nem alkalmas örömbringázásra. Tisztába kell lenni vele, hogy ehhez a versenyhez szükséges némi tapasztalat, akár bringakezelés, akár a versenytársakkal való együttmozgás tekintetében. A pálya nehéznek mondható, így szükséges egy minimális rutin a verseny élvezetéhez. Hamarosan a Bringa Sport magazinban. Záró futamához érkezett a Mountain Bike és Terepfutó Challenge, de előtte lássuk, hogyan alakult a második pumpapálya OB Pécsen. A pécsi tüskésrét adott otthont idén a Pannon pumpapálya magyar bajnokságnak, ami a kupasorozat hatodik fordulója is volt egyben. A pécsi Sport Nonprofit ZRT által üzemeltetett pálya felavatása már korábban megtörtént, egy év elejé kisebb versennyel. Az akkori tapasztalatokra alapozva a sportszervezet bátran állt az OB megrendezésének ötlete mellé. A PSN ZRT a város 100%-os tulajdonú sportcége, 15 szakosztállyal rendelkezik, nagyjából ugyanennyi létesítményt vagyonkezelünk, közfeladatokat látunk el, nagy rendezvényeket bonyolítunk, például a Tour de Hongrie befejező szakasza vagy meccsek rally a nagyok közül, de nagyon büszkén gondolok arra, hogy az első Pump Track pumpapálya verseny is most már sorra került. Ha egészen őszinte vagyok, akkor az én életemben a bicikli természetesen kiskorom óta jelen van, de hogy mi az a Pump Track, mi az a pumpapálya, és itt hogy lehet versenyezni, hogy ez egyáltalán létezik, ezt pár éve tudom, amikor egy sikeres pályázat eredményeképpen Tar Tamás ismert Pump Track-es vezényletével, az ő tervei alapján, állami támogatással és nagyvárosi összefogással elkészült ez a pálya, ami a szakma szerint az ország egyik legjobban sikerült ilyen jellegű kerékpáros ügyességi pályája. Bekerült a sportszervezetünk életébe, tehát gondozzuk, egy kicsit fejlesztgetjük, komfortzónát alakítottunk ki, és rendkívüli népszerűséget tapasztalunk a hétvégeken, délutánokban, legkisebbektől a legnagyobbakig. Úgyhogy ismerjük már, miről van szó, tudjuk, hogy nagyszerű, népszerű, és Király Ármén, aki megkeresett engem néhány évvel ezelőtt, a vele való együttműködés következtében egy ilyen országos szintű verseny jöhet most először létre. Azt gondolom, hogy ez egy hagyományteremtő pillanat, és büszkén és örömmel állunk bele a jövőbe is. A magyar bajnokság helyszínének kiválasztásában több szempontot is figyelembe vettek a szervezők. Szeretnénk minél izgalmasabb nyomvonalvezetésű és kialakítású pályát választani az országos bajnokság helyszíneken. Tehát egyfajta sportszakmai szempont ez mindenféleképpen, és azért az infrastruktúrát is figyelembe véve kerül jelölésre ennek a nagy versenynek a helyszíne. Parkolás adott, depóterület adott, megközelítés az kiváló, és azért Pécs egy elég nagy város itt nem csak a térségben, hanem országosan is, úgyhogy minden feltétel gyakorlatilag adott és kiváló egy ekkora rendezvényhez. A pumpapályasport nem nagy múltra tekinthet vissza, de népszerűsége töretlenül növekszik, ahogy egyre több pálya épül szerte az országban. A népszerűségnek hála a versenyezni vágyók száma is dinamikusan növekszik. A bajnokságra a szervezők legnagyobb megelégedésére 140 nevezés érkezett. A versenyen hagyományosan a roller és a gördeszka sportolók is megmérettethetik magukat, nem volt ez másképp az OB-n sem, bár eredményeiket természetesen külön értékelték. Természetesen nagyon odafigyelünk a bringások mellett a rolleresekre és a gördeszkásokra is, de az ő kategóriájukban mi nem vagyunk jogosultak országos bajnokot hirdetni, de mivel ugye ez egyúttal egy forduló is, ezért természetesen ők is a megszokottak szerint rajta zállhatnak. A bajnok U17-es kategóriában Szaj, Bendegúz és Flint Leila lett, míg a nyílt kategóriában Német Ádám és Szabó Patrícia diadalmaskodott. Ami pedig a jövőt illeti, a szervezők már javában tervezik a 2025-ös Pannon pumpapálya kupa sorozatot.
Múlt héten állt össze a második verziós versenynaptár tervezetünk. 10 időpontot jelöltünk meg. Reméljük, hogy mind a 10 fordulónak találunk is gazdát, vagy otthont a jövő évben. Ez a versenynaptár már figyelembe veszi ugye a munkaszüneti napokat, ünnepnapokat, hosszú hétvégéket, úgyhogy már ezzel tisztítva van egy tervezetünk, és nagyjából a fordulóknak is a helyszínei azok, ha legalábbis még bejegyezve nincsenek a versenynaptárba, de körvonalazódnak a fejünkben. Elképzelhető, hogy lesz ismétlés, vagy lesz átfedés az idei helyszínekkel is, de szeretnénk új pályákat is meglátogatni. Ugye most is épülnek a pályák, ebben az évben és jövőre is készül el új pálya. Hogyha van lehetőség, akkor nagyon szívesen megyünk oda is. Szerintem ez itt az ősz folyamán télen körvonalazódni fog, és hamarosan, vagy hát legalábbis az év elejével, jövő év elejével be is tudjuk jelenteni a fix naptárat. Most jön a Bringa Sport magazinban. Varázslatos tájon rendezték idén a Mountain Bike és Terepfutó Challenge zárófutamát. Utolsó állomásához érkezett a Mountain Bike és Terepfutó Challenge versenysorozat. A Somoskő Újfalu határában található Kakuk lovasudvar kiváló helyszínt biztosított a rendezvénynek, amelyen a kerékpáros futamokon kívül futóversenyre is lehetett jelentkezni. A rendezvény egyik kiemelt futama a 10 kilométeres minitáv, ahová a családokat és a futókat várták. Most már a gyerekek U13-ban versenyeznek, így most már önállóan mennek, tehát én már nem szoktam kísérni a fiamat. Egy javis helyettel. Én indulok a röviden, anyuka fut, ő még kint van a pályán, úgyhogy ez egy nagyon szuper családi program nekünk. A tavalyi versenyt tudom felidézni, nagyon jó igazából. Tehát sajnáljuk, hogy az alagút az kiesett, az kalandos volt, de azért kihívást jelent mindenképpen, tehát sok felfelé van, technikás lefelé. Igazából családi dologból indult, aztán most már mennyien vagyunk? 15-en? Tehát így hetente 2-3 edzés Kecskeméten. Az ember mondhatná, hogy Alföld, mountain bike, hogy passzol össze, de ott van a homok, és lehet látni, hogy hozzuk az eredményeket, úgyhogy szuper. Minden versenyen itt vagyunk, ahova tudunk, jövünk, családdal, barátokkal, úgyhogy és nagyon élvezzük. Így a legjobb a időt eltölteni, nekünk is edzés, neki egyértelműen, úgyhogy ez nagyon jó, hogy vannak ilyen események. Együtt mentünk, én már nem fogok kimenni a rövid vagy a hosszú távra, mert annyi időnk nincsen, úgyhogy születésnapra fogunk hazasietni majd. Pálya? Szerintem eddig ez volt a legkeményebb, legtechnikásabb az összes közül a sorozatban. A fölfele ebben nagyon nehéz volt, és a lefelé az pedig elég jó technikás szintén, úgyhogy kimaxoltuk, jó volt. A nagy kihívást kereső sportolók a 30 kilométeres rövid vagy a 60 kilométeres hosszú táv közül választhattak. Ez a helyszín egy kis ékszerdoboz, maga a rendezvényközpont, a Kakuk lovasudvar is olyan szolgáltatásokat nyújt, ami pályát ritkítja, illetve a Karancs-Medves térség egy kis térség, ami nagyon kellemes kerékpározható utakat tartalmaz, és itt meg kell említsem a helyi csapatot, a Salgótarjáni csapat, akik nagyon nagy munkát vállaltak abban, hogy itt majd komoly verseny jöhessen létre, és zárhassuk a challenge sorozatot a hetedik futammal. A szervezők nagy hangsúlyt fektettek rá, hogy a pálya nyomvonala megmutassa a hely egyedi adottságait. Én úgy gondolom, hogy nagyon változatos, tehát vannak fennsíkok, illetve a Csalgóvár alatti részek nagyon érdekesek, nagyon izgalmasak, technikásak a pályák, tehát a challenge indulók megszokhatták, hogy elég komoly technikai fejlődésen megy keresztül a pályáknak a evolúciója, úgymond, és akkor ez a pálya most így a végére ráteszi a pontot az íre. A Mountain Bike és Terepfutó Challenge versenyei rengeteg tapasztalattal gazdagította nem csak a versenyzőket, de a szervezőket is, ami további fejlesztésekre inspirálja őket. Nem árulnám még el a poén, de jövőre rengeteg változtatással és újdonsággal jövünk elő, előrefele haladunk és nem hátra igazából, tehát lesznek meglepetések, nagyon jó dolgok. Ezt az évet pedig úgy gondolom, hogy sikerült a hét futamot mindenféle probléma, baleset egyéb nélkül végigvinni, és nagyon meg szeretném köszönni minden részvevőnek, dolgozónak, versenyen indulónak, hogy itt volt és életben tartja a challenge-et, meg egyáltalán a mountain bike sportot Magyarországon.
végül lássuk, milyen programok várhatóak a következő hetekben. A műsor támogatója a Szerencsejáték ZRT.